Februárban a Jetski Világszövetség Kuwaitban rendezett egy versenyt, majd a koronavírus járvány miatt félbeszakadt a szezon. Az elmúlt hetekben egy magyar bajnoki futamon és két Alpokadria versenyen szállhattak vízre a jetskisek, akik közül 23 nemzet több mint 120 versenyzője nevezett a felnőtt Európa-bajnokságra és a junior világbajnokságra. A magyar válogatottól több érmet vár a hazai szövetség elnöke. 23 fős a magyar válogatott keret, ebbe vannak idegen légiósok is, tehát gyakorlatilag három felvidéki szlovák állampolgár versenyzőnk van, akik már több mint 10 éve magyar színekbe versenyeznek, két osztrákunk van, akik szintén, és egy dánunk van, tehát így áll össze 6 fős idegen légióssal a 23 fős magyar válogatott keret. Hát az elvárások ugye azok elég nagyok, mert tavaly évben túlságosan jól teljesítettünk azzal a 10 éremmel, amit a magyar válogatott versenyzők begyűjtöttek, föltettük magasra a lécet, úgyhogy nagyon szeretnénk, ha meg tudnánk ismételni a tavalyi 10 darab érmet, úgyhogy a versenyzőink jó formában vannak, jó esélyek vannak, de ez egy technikai sport, tehát itt azért az ember és a gép együttesen kell, hogy végigvigye ezt a 3 napot. Ugye pénteken a polpozíciós versenyek vannak, és szombat-vasárnap pedig 3 futam minden kategóriában. Kovács Sándor országgyűlési képviselő szerint több szempontból is fontos, hogy egy Szabolcs-Szatmár Bereg megyei település sportközpontja házigazdája a rendezvénynek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egyrésztről meg tudjuk rendezni, nem lesz nagy tömeg természetesen, hogy a vírus terjedésére ne legyen kialakulóba gózpont, de büszkeséggel tölt el, mint ennek a térségnek az országgyűlési képviselőit is, hogy ezt a tavat választották már második éve, és egyfajta együttműködés is, hiszen Nyíregyháza megyei várossal közösen rendezi meg a két település, illetve a Magyar és a Nemzetközi Jetski Szövetség ezt a versenyt, és azt gondolom, hogy ez felhelyezi leveleket Szabolcs-Szatmár Bereg megyét is egy sportturisztikai térképre, ahova bátran várunk akár laikusokat, akár nyaralókat egy ilyen turisztikai attrakció helyszínén. Szombaton 10 órakor kezdődik a program, és este 7 óráig tartanak a futamok. Vasárnap is 10 óra kezdési időpont, majd 19 órakor a díjátadó ünnepség zárja a versenyt.